kénur én ő csak egyszerűen lejár. De kimenőm van minden vasárnap délután. A nagyságám hadiszári, ki lehetne más? És a gazdám is sok kimorhati usorás. Azért jöttem el magához, igen, tisztelt úr. Figyelek. Mert azt hallom magánál sok színészét tanul. Ott hagyom a cselédpályát, üsse meg a kő. Lehet majd még belőlem is pesi színésznő. Jól van, drágám, de először vizsgáznia kell. Jó. Legjobb, hogyha rögtön egy kis nótát énekel. Gyere, te némad, légy az enyém. Te vagy a legkusztább legény. A te kurázsid, a teste lázsid, szemünk a legszebb kötemény. Gyere, te némad, gyere hozzám. Maradj a nőcskéd, oed a lány. Nincsen a földön több illekény. Gyere, te némad, légy az enyém. Kitűnő volt, mondhatnám, hogy direkt te csodás. Tessék, lányom, készen már a megállapodás. Kár lenne a dézsa mellett elvirulnia. Pardon, ez nem kompliment, kár elvirulnia. Ja, Istenkém, de boldog vagyok, majd szétrepedek. Talán máma estére már fel is léphetek. Jaj, Kosári Emánuel, Fedák Sárika. Itt van az új kollégád, a Pacal Márika. Gondoljuk most, tisztelt úr, hogy ön a partnerem. Benne vagyok. Próbáljon most egy kicsikét nótázni velem. Gyere, te némad, légy az enyém. Te vagy a legkusztább legény. A te kurázsid, a teste lázsid, szemünk a legszebb kölcsön.